Lezártak két nagyvárost a Peking körül elterülő hopely tartományban, miután az elmúlt héten több mint 300 koronavírus fertőzöttet azonosítottak. A főutakon egyesével ellenőrzik a fővárosba ingázókat. A teljes vesztegzár zár mintegy 20 millió embert érint, a tervek szerint őket egytől egyig le fogják tesztelni a hétvégén. Hasonló a helyzet az ausztráliai Brisbaneben is, ahol egy karanténhotel takarítójánál mutatták ki a koronavírus új, gyorsabban fertőző törzsét. A két és fél milliós várost három napra lezárták és korlátozták a légiközlekedést. Az emberek pánikvásárlásba kezdtek, így teljesen kiürültek a boltok. A svéd parlament pénteken felhatalmazta a kormányt, hogy bevásárló központokat, edzőtermeket és kulturális létesítményeket zárasson be, valamint ha szükséges, felfüggeszthesse a tömegközlekedést. Egy valenciai kórházban tapsal búcsúzhatták a dolgozók azt a mindössze három hónapos babát, aki kilenc napos kora óta küzdött a COVID-19-el, de végül édesanyjával együtt sikerült meggyógyulnia.